Mai vendégem Grasshopper, a Kecskeméti Pixel, az elektronikus kultúráért egyesület egyik vezetője. Videójátékos rendezvények és versenyek szervezésével foglalkozik, főként felekedős és más konzolos esportjátékokkal. Azonban ma nem ezek miatt van itt, hanem több mint két éve kutat és tart előadásokat eye trackingről, kifejezetten esport specifikusan. Ez az a technológia, ami a szemmozgását követve segítséget adhat azoknak, akik valamilyen testi rendellenesség miatt nem tudnak írni, beszélni. És ennek a segítségével olyan kommunikációra képesek, ami nem csak a szemmozgáson alapul. Néhány éve pedig a gaming világ számára is elérhetővé vált ez a technológia, a Tobi Eye Tracking néven. Na, hosszúra nyújtott bevezetőm után megvan a fő témánk, a témán gerince, az pedig ugye ez a Tobi eye amit majd hamarosan az e igen is prezentálni fognak nekünk a szervezők. Emiatt van most itt Grass, üdvözöllek! Üdvözöllek, sziasztok! Na, ha valamit kihagytam ebből a felületes definícióból, akkor kélek most egészítsd ki. Nos, mindenképpen amivel kezdeném, az az, hogy a Tobi mivel foglalkozik pontosan, illetve amellett, amit említettél, a mozgássérült, hát igen, a mozgássérültek és egyéb Sérült embereknek a segítésén túl, mire lehet még használni a szemmozgás követést. Mondhatni, most már három divíziója van ennek a cégnek. Az egyik az az, amit te is említettél, az úgynevezett Tobi Dynavox. Ők foglalkoznak a mozgássérültekkel. Gyakorlatilag egy kijelzőt kell elképzelni, illetve hozzá egy kamerás rendszert, ami figyeli a beteget, és a kijelzőre nézve tudja irányítani úgymond a szemével a kurzort, hogy éppen mit szeretne választani, mondani, és egy másik kijelző pedig a, éppen akivel beszélni akar, aki vele szemben van, annak mutatja. A... Itt, itt rögtön egy kis szünetet is okay. kérnék. Hogy lehet az, hogy mivel én egyáltalán nem vagyok, és szerintem sok hallgató, néző sem, szakmabeli, nem programozó, nem informatikus, hogy hogy lehet azt megcsinálni, hogy mi az a technológia, amivel így le lehet követni a szemünk mozgását, ami azért alapvetően az emberi arcan egy kis rész, egy kicsi felület, és ha visszakanyarod vagy az eléghez, majd arról fogunk még beszélni, meg fogják mutatni nekünk azt, hogy a játékosok mit néznek, mi van a fókuszban a monitoron adott esetben, tehát hogy tudják ezt rögzíteni. Esélyleg kicsit az eszköz kinézetéről, ez egy ilyen, picike, hosszúkás, vékony valami, amiben infravörös érzékelők, illetve vetítőeszközök vannak, és gyakorlatilag az emberi szem mondhatni tökéletes arra célra, hogy infravörös, euh, infravörös jelekkel lehessen detektálni a fehér, illetve az úgynevezett fekete pupillát. És emiatt egy nagyon jó kalibrálási, beállítási módszerrel meg lehet határozni, hogy az infravörös érzékelőtől milyen távolságra van valaki, ezt be kell állítani, követni kell a fejmozgást hozzá, ez mind a szoftver végzi, illetve az eszközben lévő processzorok, és az az apró kis pupilla, ami mozog az emberi szemben, ráadásul elképesztően gyorsan azokat az apró mozgásokat tudja kivenni és kiszámolni a kijelzőn történt tekintetből. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, de gyakorlatilag így történik a dolog, tehát a kijelzőn nézünk valamit, és a távolságból, illetve a szemünk tügéből ki tudja számolni a program, hogy hová nézünk, és egy átlagot van egy kurzorban általában. Azt értem, hogy mondjuk, aki, akinek kommunikációs gondjai vannak, és ugye ez benne is volt a bevezetőben, hogy nem tud írni, olvasni, vagy nem, bocsánat, nem írni, olvasni nem tud, hanem, hanem a szervi rendellenesség miatt nem tudja ezt megtenni. Ugye ez a technológia számára egy új lépcsőfok. Meg tudja tenni azt, hogy amire néz betű, az beíródik, fel is olvassa helyett a gép, stb. Tehát ez egy nagyon jó, porzasztó jó dolog rekreációs célokból, de e-sportban azon kívül, hogy ez egy ilyen fancy feature, amit majd bemutat az e is, bármi másra jó egyáltalán? Tehát ebben a gaming dologban lehet hasznosan is használni ezt, vagy csak ez megint csak egy ilyen szép, szép feature, egy szép effekt lesz valahol? Mielőtt az e-sportba belemegyek, a második divízió, a harmadik az e-sport, a második divízióról még beszélnem kell. Igazából, amit az e-sportban kapunk, a, az eye tracking szemmozgáskövetés magyarul, ebben a témakörben az egy lebutított, megvásárolható, olcsó készülék, vagy készülékrendszer, viszont amivel mindenképpen foglalkoznak már majdnem 15 éve, az a professzionális, tudományos mérésekre alapszik, tehát gyakorlatilag bármi, amit el tudsz képzelni, és mondjuk kijelző előtt mérhető, az azért született meg maga a szemmozgáskövetés technológia, tehát gondolhatunk itt gyereknevelésre, pszichológiára, matematikai feladatok megoldására, akármilyen korosztályban, és hogyha még egy kicsit jobban belemegyünk, akkor nem csak olyan készlékek vannak most már, amik egy kijelző előtt ülő embernek a szemét, a tekintetét tudják követni, hanem van szemüveg is, és egyértelműen előhet az, hogy mire használhatjuk a szemüveget, marketing szempontból tökéletes, tehát bemegyünk egy üzletbe, megnézzük, hogy mi van írva a termékre, és ezt mind rögzíti egy kamera a szemüvegben. Elképzel. mondjuk félelmetes, én, én ezt Igen. nem akarnám. Tehát én ezt nem akarnám, hogy valaki mindent lásson, amit én, hogyha mondjuk szemüveges lennék, és ez is kérdés, hogy én kérem -e, hogy építsék ezt be a szemüvegembe, vagy alapból adják, hogy tessék, itt van, vagy titkosan építik be, és a vásárlói szokásaimat pedig így fürkészik ki minél inkább. Nem tudom, hogy ebből a szempontból adat, roblásnak minősül -e ez, nyilván beleegyezéssel nem. Erről például te mit tudsz mondani, és kicsit akkor kikacsintunk most ebből az esport részéből, de hát ugye te hoztad fel a marketing oldalát ennek az egésznek. Mindenképpen úgy kell ezt elképzelni, úgy működik szabályozottan, mint egy például szappan tesztelés, tehát behívnak embereket, ők aláírják, hogy ebben részt vesznek, akkor is, hogy egy kicsit nem annyira jót tesz a bőrnek, de ezért kell tesztelni a kémiát, és ez ugyanez embereket felkérnek, hogy vegyék fel a szemüveget, viseljék mondjuk egy hétig, két hétig, és az adatokat begyűjtik utána arról, hogy hova nézett a bizonyos boltokban, és ez persze az üzleti része, hogy akkor melyik cég szeretne erre költeni, hogy pontos statisztikákat kaphasson a vevői, a vásárlói elégedettségről, illetve arról, hogy mit néznek pontosan, így meg lehet csinálni egy tökéletes, egy tökéletesített termék borítót, hogy nézzen ki a samponnak a doboza például. Weboldalakat is egyébként, én ott kapcsolódtam be először, weboldalakon, hova nézünk, milyen gyorsan találjuk meg az információt, ebben komoly pénzek vannak, és nagyon komoly szaktudás, illetve szaktudást igényel a tudományos elemzése ennek. Te miért szeretted meg ezt a technológiát? Azért, úgy mutatkoztál be, és úgy is mutattalak be, hogy te ennek már azért jó ideje kutatója és, és híve vagy ennek a technológiának. Mi az, ami megfogott ebben, és, és mikor? Nagyjából két évvel ezelőtt egy egyetemi projektben vettem részt, ahol gyakorlatilag, a, amit az előbb említettem, fejlesztési és optimizálási eljárásokkal dolgoztunk, és ehhez hozzá volt rakva egy komoly, százfős tesztelés, ami arról szólt, hogy akkor építünk egy weboldalt, amiben vannak szándékos hibák, elhelyezési hibákról van szó, hogy valamit rossz helyre tettünk szándékosan, hogy egy kicsit megkavarjuk a felhasználót, és az volt a feladata, hogy találja meg az adott információt minél gyorsabban. A végén pedig az elemzés során úgynevezett hit-mapeket, tehát hőtérképeket használtunk az adatok, kinyert, az adatok kinyerése után, Láthattuk, hogy hova néztek a legtöbbet, mikor, és milyen gyorsan találták meg az információt. Ez az, ami elsősorban megfogott, hogy ilyenre is lehet használni, viszont ezek mind álló képek, vagy nem annyira aktív videóelemek, ha mondhatom így. Én viszont arra gondoltam, hogy akkor igenis videókat, sőt, játékokat kellene ezzel tesztelni, akkor még éppen csak gyerekcipőben járt a Gaming Division, a Toby Gaming, és. Már akkor lehetett kapni az első eszközt, ami ezt tudta, úgyhogy azóta vagyok benne. Ezzel kapcsolatban, amikor láttátok, hogy, hogy mit is vizsgálnak a, a, az emberek a szemeikkel, tehát te már láttad azt, azt a hőtérképet, amiről beszéltél, e, ezzel kapcsolatban egy kis érdekességet meg tudsz velünk osztani, hogy így mondjuk milyen eredmények születtek, tehát én nem tudom fenn vagyok a Facebookon, akkor én a Facebook logót nézem inkább, vagy pont, hogy az emberi arcokat keresek. Most nyilván buta példákat hoztam, de csak, hogy közelebb kerüljünk a, a megoldáshoz, hogy ezzel kapcsolatban tudsz nekünk mondani néhány érdekességet? Ha elmondom, akkor biztos, hogy logikusnak fog hangzani, legalábbis remélem. Gyakorlatilag az ember információt keres valahol, tegyük fel, akkor az interneten néz egy weboldalt, akár Facebook is lehet, akkor tudja azt, hogy pontosan mit keres, hogyha éppen nem egy teljesen új felhasználóra van szó, mit keres, az hogy néz ki, hol van, és ha például megnézzük valakinek a profilját, akkor amellett, hogy tudjuk, hogy fizikailag hova kell kattintani, tehát az egére, hogy kell bögészni, ahhoz, hogy megnézzük az illetőnek a képeit, vagy a, vagy a, részleteit róla, Eljön az is, hogy mi hova nézzünk többet, hova nézzünk kevesebbet. Tehát egy hőtérképen egy nagyon vörös hely azt jelenti a zöldből a pirosba megyünk át, a vörös az azt jelenti, hogy nagyon sokáig nézett oda valaki, akkor valószínűleg megtalálta, amit keresett. Ha viszont csak zöld vagy sárga foszlányok vannak, akkor oda egyáltalán nem nézett az illető. Ez ilyen elemzéskor könnyen meg, meg lehet találni azt, hogy amellett, hogy mennyi idő alatt találta meg valaki az információt, amit keresett, vagy éppen csak barangolt és nem keresett semmit, mennyire tudatosan nézelődik, és mennyire nézi csak azt, ami érdekli. Tehát a reklámok elhelyezése is ilyen szempontból fontos, hogy miért pont jobb oldalon vannak, és egy kicsit lentebb, és nem fönt a jobb felső sarok felé. Ezt nagyjából így kell elképzelni. Mit gondolsz, az életkortól és nemtől? Egyébként ez függ, mert most egyből az jutott eszembe, hogy ha rajtam lenne ez egy ilyen szemüveg, vagy én lennék ennek a, a vizsgálója, és nézném külön nemek szerint, hogy, hogy, hogy akkor hogy vizsgálódik egy férfi meg egy nő. Ezzel kapcsolatban van már valamilyen eredmény, hogy mennyire különböznek a nemek, vagy akár az életkorokban az emberek, különböző életkorokban? Rengeteg elemzést végeztek már ezzel kapcsolatban, főleg a divat szempontjából gondolhatunk például magazinokra, ruhákra, fürdőruhákra kifejezetten láttam egy ilyen elemzést, ahol értemszerűen a férfiak sokszor néztek olyan helyekre, ahol a nők nem igazán, a nőket jobban érdekli a ruha, a, az alak például, de csak ott, ahol a, éppen az adott termékről van szó, most ha csak a fürdőről gondolok a férfiak pedig sokkal többet nézték például az arcot, a testrészeknek a tes kiemelkedését, ha mondhatom így. És persze azt is nézik, hogy éppen hány éves volt az illető is, milyen nemhez tartozik. A gyerekeknél rengeteg elemzést végeznek, ahogy említettem, pszichológia, oktatás, téren mindenképpen, akkor is, ha egészséges, egészség a gyerek, akkor is, ha nem. És például a kislányoknál mindig egyébként azt látják, hogy sokkal odafigyeltebbek, sokkal jobban, gyorsabban Jobban a szemük? Vagy, vagy, tehát mondjuk nem kalandozik el? Én így tudnám ezt lefogadni magamban. Úgy, talán igen, valahogy úgy, hogy szófogadóbbak és gyorsabban elvégzik a dolgot, de az, az összetettségtől is, a feladat típustól függ. Zenében például, mert teljesen más a helyzet. Na, akkor jussunk el a harmadik divízióig is. Egyébként ez a témák szempontjából a legrelevánsabb, az Esport részéhez. Most már ugye harmadjára hozom fel az, hogy illega e lesz ez egy feature, tehát megmutatják majd nekünk azt. Nem tudjuk még, hogy folyamatosan vagy időnként, hogy egy, -egy játékos, egy-egy akcióban hova figyelt, hova nézett. Nekem egyébként van egy olyan uh, megérzésem, hogy az általában majd a minimap lesz, amit legtöbben, vagy a legnagyobb százalékban időt tekintve uh, rajta lesz a, az érzékelő, tehát a szem, szem, szem az a játékosoknak. Uh, viszont ezen kívül miket lehetne még mérni? Hogy lehetne ezt mondjuk? be, úgy adaptálni az esportba, hogy ez tényleg egy hasznos dolog legyen, és ne csak egy show elem. Belemegyek abba, hogy milyen játékokra, illetve milyen célokra használják jelenleg a gaming technológiában ezt a szemmozgás követést. Nagy címek már vannak, az első nagy cím egyébként a két éves megjelenés után nem sokkal, az Assassin's Creed Rogue volt, és aztán jöttek a többi a Tomb Raider legújabb része, Deus Ex, aztán Arma 2 és 3, az Arma az rendkívül jó választás ilyen téren. Ghost Recon és tár... Tom is Ghost Recon Wildlands, igen, és társaik. Ezeknél a játékoknál, hogyha megnézzük a nagyjából jelenleg használt featureket illetve ötleteket, amiket a fejlesztők összedobtak, akkor mindenképpen az egyik kiemelt elem, illetve játékélményt fejlesztő feature az az, hogy ki lehet úgymond extended view-t ad a játékosnak, tehát ki lehet terjeszteni azt, amit látunk, nem csak a, az egér által meghatározott kereteket látjuk, hogyha éppen nézünk valahová a képernyőn, hanem ha a szemünkkel a képernyő szélén pászázunk, akkor kicsit oldalra is tud tekinteni. Attól függ, hogy TPS vagy FPS játékról van szó, oldalra is tudunk nézni, ez még megvalósul abban, hogyha én, autót vezetünk például, akkor úgy tudunk egyenesen menni az autóval, hogy nézhetjük közben a tájat. Ez egy extra dolog. Célzásra használják még, hogyha célzunk valakit a szemünkkel, és megnyomjuk például a jobb gombat, akkor azonnal ráránt a fegyver, és tudom, hogy ebből majd lesz egy kérdés az a cségóval kapcsolatban. Aztán mi van még, fedezékbe lehet vonulni, vagy fedezékből kinézni, úgyhogy még nem lövünk, de ki tudunk tekingetni. Ezt biztos, sokan próbálták már például a hitmenben, a TPS játékokban lehet úgymond csalni a sarkoknál, hogy mi látjuk a kamerával, onnan jön valaki, de igazából a játékos, a karakter nem láthatná. Illetve a UI, a felhasználói, felhasználói kezelőfelület az, ami le lehet tisztázni, és csak akkor jelenik meg például a minimap, vagy a lőszer, hogyha oda nézzünk még sorokba. Ezekre használják jelenleg, aztán még az inventory kezelés ott van, de ez játék függő. Hogyha Cségóra gondolok, illetve e-sportra, akkor mivel tudjuk, hogy milyen e-sport játékok vannak jelenleg, nehéz arról beszélni, hogy ezt mire lehetne versenyszinten használni, mert az FPS játékoknál például Cségó azt gondolná az ember, és annyira nem is lő messzire, hogyha úgy gondolja, hogy de hát mindig középre néz a játékos, és annyira nem lehet majd Ebben sok mindent látni. Az E-lig a videójában nem olyan sok mindent mondott el arról, hogy ezt pontosan hogy fogjuk látni, de a kommentekben elhintette, hogy a visszajátszásokban fogjuk majd látni egy-egy játékosnak a kamera állásából, a pontosan a szemszögéből ezt az eye-trackinget, ők persze nem látják, hogy éppen hova néznek, nem lesz ott az a kis kurzor, nehogy zavarja őket, viszont a visszajátszásokban láthatjuk majd, hogy mikor vette észre, és mire használta ezt az információt. Tehát nem biztos, hogy a kászterek ezt fogják látni, mondjuk állandóan. Pedig ez például nagyon nagy segítség lenne, ezt már csak azért is tudom, mert én is rendszeresen kommentálok cségú mérkőzéseket. El fog -e jönni szerinted az a korszak, amikor a szemünk előhetünk? Tehát szinte egér sem szükségeltetik már ehhez a, a, feladathoz. Nyilván ez már egy másik vitás kérdés, amikor majd eljöhet majd ez, a, ez az opció, akkor majd mi nyuggyerek úgy fogunk visszaemlékezni, hogy az régi, régi szép időkben még egére lőttük egymást, most meg már izé a szeme sarkából lövik ki a másikat, tehát lehet, hogy ez egy nagyon futurisztikus dolog. Ö, ettől függetlenül megkérdezlek téged, mind a szakmatudora, hogy lehetséges-e az, hogy akár, és akkor tényleg maradjunk a cségónál, ez a, ez a legjobb, mert FPS-es ez a legnagyobb, hogy amúgy is számít ez, hogy kinek mennyire gyors a reakció ideje, csak az ugye hozzá tartozik egy, 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 olyan késleltetés, amik szépen a jel lejut a kezedig, és akkor azzal a reflexzel berántod mondjuk az ellenfelet. Így mondjuk ez valamilyen szinten az út lerövidül, ugye, hogy ha ezt az eye úgy rakjuk be, hogy ezzel akár mozgatni is lehessen a karakterünket, vagy így legalábbis a fegyver, a ugye? El tudod -e ezt képzelni, hogy ez megvalósuljon-e? ha akarták volna már szerintem, aki tud programozni ezzel az eszközzel, az meg tudta volna csinálni, mert a legtöbb esetben a kurzort mozgatják, vagy ha TPS játékról van szó, akkor egy láthatatlan kurzor, ami a, esetleg a, teljesen a kamerát kiszedi a játékból, tehát nem kell a egérrel vagy jobban mozgatnunk a kamerát, hanem egy természetes oldalra nézés történik, és mozog a kamera körbe, ez rendkívül 5 perc után annyira rászakik az ember, hogy utána a telefont is azzal akarja irányítani. Öm. Ségónál nem hiszem, hogy bele fogunk menni abba, hogy mondhatni, hát lehet, hogy erősen fogalmazok, de ilyen nyílt csalás legyen, mert ha belegondolsz, akkor a legtöbb olyan csalás, amit láttunk eddig, az arról szólt, hogy hirtelen odaugrott a célkereszt is lelőtt valakit, és mindig ezek a gyanús pillanatok azok, amiket fürkésznek a szervezők, a játékosok, meg persze a nézők is, és gyakorlatilag a mostani aim at gaze feature, az ez pontosan ezt tudja, hogy ahogy említettem, látunk valakit a képernyőn, a jobb gombot megnyomjuk, és akkor a célkereszt, illetve hát a fegyver azonnal ráugrik, persze van ennek egy kis ideje, de mivel szerintem teljesen elvenni a skill igényét onnantól a Counter-Strike-nak, nem fogják ezt használni. Ha viszont csalók akarják használni, akkor remélem, hogy lebuknak hamar, mert ez, ez egy fogós kérdés. Lehet-e egyáltalán, hogyha már, és akkor most reméljük, hogy nem adunk ötletet itt a jövő hackereinek, hogyha esetleg tényleg csalást készítenek, mert ezek szerint te nem veted el ezt a lehetőséget, hogyan lehet ezt undetektelni. Azt, hogy mondjuk a szemüvegedben, vagy én nem tudom, kvázi a, ez a technológia segítségével csinálják ezt. Mert ez számunkra még annyira új, hogy, hogy ez, ez ne, erre nehéz azt mondani, hogy, hogy erre megvan most nekem azonnal ez a válaszom. Szemüveges eszközzel biztos, hogy nem, mert egyrészt piszkosú drága egyébként. A profi eszközök ami nem a szemüveg, hanem a teljes kijelzővel látott eye tracking, azok több száz hercel működnek és több millió forintba kerülnek. A gaming technológia pedig 150-200 dollár például. Azt mondom erre, hogy meg lehetne csinálni a jelenlegi technológiával. Az, hogy ne lehessen észrevenni, az egyik dolog az lenne, hogy a fizika korlátait meghazuttolva kapcsolják ki a piros érzékelőket. Ha esetleg látszik a kamerában, hogy valakinek a monitor alján ott van az a kis csík, akkor valószínűleg az is látszik, hogy pirosan ízzik, ha működik, mert az infravörös érzékelők, illetve projektorok így jelzik, hogy dolgoznak. Ez egyik alapfeltétele. Tehát pirosan ízlik, hogyha azt el tudják tüntetni a hackerek, akkor vagy az eszköz nem fog működni, vagy valami nagyon nagy fizikai csodát hoztak ki. Egyébként szerintem a mozgásnak a viselkedéséből rá lehetne jönni arra, hogy ez... Ha megnéz az ember egy ilyen videót, hogy egy mostani játék, ami tudja ezt, hogy működik, akkor rájön, hogy ennek hogy ez hogy fog kinézni például a csalásban, vagy hogy néz ki. De ez még hozzáteszem azt, hogy én amiből szeretnék versenyt látni, és szerintem elég sokan, az a VirtuX Omni eszköze, amiből úgy tudom, hogy Magyarországon még nem volt kipróbálható példány, ez egy 1000-1200 dolláros set, amit kifejezetten FPS játékokhoz készítettek, virtuális valóság szemüveggel. Lehet, hogy te is már láttad videóban, ez úgy néz ki, hogy egy elég magas állványról van szó, ahova beáll a játékos, a derekára kötnek úgymond öveket, illetve feszítőket, hogy ne tudjon elesni, és annak a kezébe fegyvert, a fejére egy virtuális valóság sisakot, és gyakorlatilag ő tud mozogni egy ilyen végtelen térben, úgyhogy nem esik el. Tehát tud forogni, tud hátra menni, mert olyan cipő, illetve olyan anyagból van az egész, hogy ezt meg, ezt meg tudták valósítani, és már Cségóból láttam ilyen videót, hogy valaki igenis megdolgozott azért, hogy végfutotta a pályát, ha kell, akkor sétált, googolni is lehet benne, valahogy az ugrást is megoldották, és mivel HTC vive oldották meg az egész rendszert, így a mozgásérzékelős fegyver, illetve célzás is meglehetősen pontos. Tehát szerintem ez lenne az egyik újfajta e-sport lehetőség, hogy igenis fizikai erőlétet is mérjenek, úgy is játszanak a játékosok, úgy küzdjenek, hogy igazán nem csak a számítógép előtt ülnek, hanem egy virtuális valóságban mozognak. Óriási grassz egyébként, hogy nekem itt se kéne lennem, mert ez lett volna az egyik kérdésem, de most már két kérdésemet öleltett fel egy tüdővel, egy lélegzettel. Ez egyébként tök jó, mert így legalább, hát figyelj, meg kell dolgozni a pénzemért, és ez nagyon jó, hogy, ez, hogy ezt így tudott tolni, hogy uh, milyennek fogod látni ezzel a technológia segítségével, és akár más technológiák becsatornázásával a jövő e-sportjait, és már is elkezdte egy nagyon jó példát mondani erre, és erre egyébként én is látok uh, nagyon magas potenciált. Uh, talán csak csupán annyi, hogy egyből felmerültnek kérdés, hogy de hát az esportoknak pont nem az a lényege feltétlenül, hogy én most a, a sztaminámat, tehát az, hogy én mennyire vagyok gyors, álluk, az állóképessége, milyen, milyen a haráncsikolt izomszövetem, hogy ezek aztán tényleg ne számítsanak, hanem kizárólag a kognitív képességek, vagy a finom motorikus képességek. Ugyanakkor, mondjuk elképzelni azt, hogy egy hélóba, egy cségóba, egy egy, egy kodban, uh, zajlik egy, egy világbajnokság, és tényleg vannak olyan uh, értékek, a, amik azon kívül, amik eddig számítottak, tehát az AIM, tehát a taktika, a utility kezelése, ez is egy dolog, bejönne pluszba, és ettől függetlenül még mindig egy kvázi virtuális, tudományos, fantasztikus uh, világban zajlik ez a, ez a küzdelem, amit a nézők úgy, úgy nézhetnek, úgyhogy ebből a szempontból kiegészítésképpen hozzátéve, ezt én is abszolút tudom öm, szorgalmazni. Aztán meglátjuk, hogy ezek, ezek azért még eléggé új dolgok. Nagyon jól mondtad, elég sok mindent lehet ezzel lehet majd a jövőben elérni, és már most tudom mondani egyébként, vannak olyan elképesztően nehéz játékok, amikből lehetne akár versenyt is tartani, mert majd hogy nem egy harmadik észként, egy harmadik testrészként jön be a játékban a szem, és igenis megdolgoztatja az embert, mert van, van a játék például, ahol a célzást használja a tekintetre, a tekintetre használja a célzásra a játék, és csak akkor találunk el valamit, hogyha oda nézünk. Viszont ha menekülni kell, és az mondjuk mind a két kéz le van foglalva az játékban alapmozgatáshoz, akkor nem nézhetünk oda. Tehát itt bejönnek azok a plusz dolgok, amiket egyébként nem is biztos, hogy tud mérni például az eye-tracking, a, viszont a periférikus látás nem, tehát a Cségónál majd szerintem látni fogunk érdekességeket, de biztos, hogy azok a játékosok, akik profi szinten tolják, nagyon sok mindent csak periférikus, periférikus látásból vesznek észre, és így lehet, hogy kaknál csak középen lesz a célkereszt. Kiegészítve egyébként a virtuális valóságban egyedül a HTC Vive az, akivel összefogott a Tobi, és csak azokba a virtuális valóság szemüvegekbe építik bele, persze nem ingyen, az eye -trackinget. tehát már vannak olyan játékok, amik csak HTC Vive-val kiegészítve eye is tudnak. Nagyon sokan azt kérdezték tőlem, amikor látták ezt, ki tudták próbálni az eye egy-egy rendezvényen, hogy ez az, ami a virtuális valóság, és mondom, hogy nem, ez teljesen más, az sisak kell, meg stb., de úgy látszik, hogy ezt megvalósították, és ki tudja, lehet, hogy akkor eljutunk oda, hogy amellett, hogy a virtuális valóságban a tekintetünket eddig nem tudta követni semmi, viszont úgy, ahogy forgatjuk a fejünket és döntjük, úgy látjuk a képet, tehát egy elképesztő életű játékéméről van szó, amellett még tudunk célozni is a szemünkkel. Ez szerintem lenyűgöző, és mindenképpen majd ki szeretném próbálni egyszer ezt az VirtuX Omnit is egyébként. Ráadásul a JGO-t is támogatja mind a VirtuX Omni, mind a HTC Vive, és ehhez még szerintem mindenképpen hozzá tehetem azt, hogy nagyon kevés játék van, hogyha most az FPS-ekről beszélünk, ami tudja azt, főként fizikai, technológiai hiányosságok miatt egészen egyébként a virtuális valóság megjelenéséig, amiben azt lehetett csinálni, hogy mész előre, és nem odalősz, amerre néz a kamera. És ez vagy valamilyen külső kiegészítő kellett, például Cségót lehet játszani PlayStation 3-on, Sharp Shooter, PlayStation 3 Move mozgásérzékelős rendszerrel, és ebben tényleg meg lehet csinálni azt, hogy jobbra araszolok, közben valamerre nézek, és még a fegyver nem biztos hogy egyenesen áll, de oldalra tudok lőni, mert így van mentve a, a rendszer, és elképesztően vicces egyébként, de ha valaki belejön, akkor igenis jobb élmény lehet, mint csak az egérrel billentyűzettel játszani. Úgyhogy szerintem a jövő kapujában állunk, gaming szempontjából mindenképpen. Egy nagyon nagy élmény már csak a Windows 10-et is irányítani ez az eye tracking mert ezt is tudja. És tényleg le a a fejlesztők előtt. Az Ilignek e pedig sok sikert kívánok, mert nem lesz könnyű dolguk. Az elemzőknek mindenképpen jobb lenne, hogyha láthatnák, hogy éppen melyik játékos hová néz, de ahhoz nagyon sok pénzre van szükség, mert akkor külön-külön le kell venni mindegyik számítógépről az adatot, stb. 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 Tehát elég lesz most nekünk a visszajátszásokat nézni. És nem csak a, az elemzőknek, hanem egyébként a kommentátoroknak és a csapatok edzőinek, elemzőinek is nagyon fontos lenne mondjuk ezt az anyagot előbb vagy utóbb majd megkapnia. Ez már nem a mi dolgunk, ami viszont még zárszóként mindenképpen ö, essen meg, hogy ha most valaki kedvet kapott, hogy kipróbálja ezt a technológiát, Magyarországon hol teheti meg? Tudsz mondani olyan rendezvényt, vagy olyan helyszínt, ahol, ahol el tudnak menni, és ki tudják próbálni? Nem igazán tudok senkit, akinek van úgymond kereskedőforralomban kapható eszköze, viszont nálam, nálunk itt a Kecskeméti rendezvényeinken, kiemelve akkor mondok egy közelgőt, a szeptember 30-án lesz a Real Gamers következő állomása itt Kecskeméten. Nálunk ki lehet próbálni, tudok hozni játékokat, amivel bárki ki tudja próbálni, Gyerekek, gyerekeknek is vannak kedves, egyszerű játékok, illetve ha valaki meg akarja magát dolgoztatni, akkor tudok adni olyan játékot, ami úgymond megdolgoztatja az ember agyát is, mert, mert biztos, hogy le fog kötni. Ezzel megválaszoltam egyébként? Igen, tökélet, tökéletes, nagyon szépen köszönöm, és az biztos, hogy én ott leszek szeptember 30-án, és ki fogom próbálni. Még zárásképpen hozzáteszem azt, hogy én tavaly az egyik IC ellen dolgoztam végósokkal, kifejezetten azért mentem oda, hogy elemzéseket végezzünk mindenféle szintű játékossal, aki gondolta, kipróbálta az éjszaka, adott hozzánk, és lőtt egy-kettőt, mi pedig néztük, hogy hová néznek. És a legviccesebb egyébként az, ami Reméljük, hogy megéri majd az illégnek is mindenképpen, hogy ezek az eszközök, amit pontosan használnak egyébként, az a legújabb 4C lesz, ami 50-től 90 cm működik, ha jól tudom, és mivel pont egy olyan játékról van szó, szóval elképesztő messzire is pontosan el kell találni az ellenfelet, ezért nagyon sokszor a cségójátékosok közelhajolnak, és rengetegszer fordult elő az, hogy folyamatosan egyre jobban behajoltak a játékosok, és 50 centin belül már nem tudja érzékelni az eszköz, tehát kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesznek egyébként úgymond rácuppanva a képernyőre a profi játékosok is, mert akkor nem fognak látni semmit az eye -trackingből. Ez mondhatni a hátránya, de hát nem lehet mindent megoldani. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon érdekes volt. Reméljük, hogy mindenki számára, aki hallgatta, érdekes volt és tanulságos. Reméljük, hogy majd más témában is Vendégünk lesz, mert nagyon kielégítően uh, tudtál beszámolni erről a, erről a technológiáról. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést, találkozunk legközelebb, sziasztok!